Dusa Ilona 4 éves volt, amikor nagyapja meghalt a járeki gyűjtőtáborban. Családját csak azért nem költöztették ki, mert az apja magyar volt. Dusa emlékszik arra, hogy nagyapja tetvesen, betegen éhezett egy járeki pincében. Akkor anyám is hozott neki egy ebédet, akkor elfogták, elvettek mindent, lezárták egy éjszakára a pincébe őtet is. Akkor szerencsére másnap hazaengedték. A rezsőfalvi és a gárdori gyűjtőtáborok után Vajdaságban a járeki volt a leghírhedtebb. Mind az a borzalom, ami megtörtént a 40-es évek végén, sajnos megismétlődött a déltár térségben a 90-es években. Ezért nem szabad felejteni, ezért kell mindig figyelmeztetni erre, és le kell tisztázni sajnos a közös véres múltunkat. Csorba Béla a járeki gyűjtőtábort tábornak minősíti. Ma már nincsen nyoma sem annak a német evangélikus temetőnek, amelybe az első járeki áldozatokat temették. Részben már még levő síremlékekbe, kriptákba, részben a temető belterületén ásott tömegsírokba, majd amikor ezek megteltek, akkor kezdtek a temetőn kívül is tömegsírokat ásatni. Nikovics Oszkár szerint még mindig nem derítették fel maradéktalanul a magyar áldozatokat. Ez a mostani esemény és a november 2-ai szabadkai megemlékezés és azoknak a hiányosságai plusz a madár, a verkődő madár ellopása bizonyítják, hogy ennek a folyamatnak még igen csak az elején vagyunk. A megemlékezésen elhangzott, hogy jövőre méltó emlékhelyet emelnek Járekon.